Végre a következő update érkezik egy új pálya és egy új játékmód a Stumble guys -ban. Erről fogok a mai videóban beszélni, úgyhogy mindenképpen tarts velem, ha pedig esetleg még nem lennél, nagyon megköszönöm a feliratkozó a csatornámra, mert nagyon-nagyon durván haladunk a százezer felé, amikor Tudjátok, hogy mi fog történni, és ha pedig tetszik a videó, csapassatok egy lájkot majd rá, és küldjétek el haverjaitoknak is, ezzel is nagyon sokat tudtok segíteni. Köszi, köszi. Na de, a napokban a Stambul Guys egy elég érdekes posztot ficcentett ki, mind az Instagramra, mind a többi közösségi oldalukra. Ugye itt van a Stumble guys a hivatalos Instagram oldala, és láthatjuk, hogy már többször is csináltak ilyet, például ugye a pulykás update előtt is azért így óvatoskodva így raktak ki ilyen pulykát, meg mit tudom én, szóval azért voltak itt is már utalások, Többször, viszont most szintén egy hasonlót kaptunk, ami nem más, mint egy ilyen autókerék ahogy láthatjátok, egy ilyen videó, egy ilyen autókerék kipörgéséről, és talán pedig egy Stumble Guys logót láthatunk, de hogy ez pontosan mi lehet, azt ennyiből még nyilván nem feltétlen tudjuk megállapítani, ugye a legtöbben itt arra következtetnek, hogy egy új map, ugye egy teljesen új játékmód érkezhetne, ilyen autókkal kapcsolatban, nagyon-nagyon-nagyon örülnék neki, vagy nyilván akár egy ilyen autókkal kapcsolatos update mindenféleképpen, ugye a Racing Cars itt mindenki találgat, autókkal kapcsolatos dolog az egyértelmű, tehát azért ez valószínűleg nem egy repülőgép. Szóval ez már önmagában egy király dolog, ez alapján már el tudunk indulni abba az irányba, hogy valamiféle versenyautós témára lehet itt gondolni. Miután ezt láttam, a tegnapi napon figyelmes lettem arra, hogy a Stumble Guys élő adást indított TikTokon, és TikTokon nyomtak egy streamet, amiben nem os gameplay volt, vagy nem valami versenyt közvetítettek, vagy semmi hasonló, hanem gyakorlatilag autóversenyek mentek. Tehát különböző fajta, különböző stílusú autóversenyeket láthatunk, volt itt ilyen retro autóversenytől kezdve, ilyen kicsit modernebb, ilyen rajzfilmes jellegű autóversenyig, mindenféle ilyen autóversenyekből voltak ilyen 5-10-15 másodperces jelenetek, és azok ismétlődtek tulajdonképpen, és a nézők sem nem tudták mire vélni ezt az egészet, nem nem tudta senki, hogy ez pontosan mi a franc lehet, de ismételten egy autóversenyek kapcsolatos dolgot láthatunk a Stumble Guys hivatalos oldalán, és ugye ez már egy érdekesebb dolog, hogy többször raknak ki ilyen ízelítőt, többször raknak ki ilyen posztot, mint például Instagramon ugye az, az autókerekes poszt, viszont ritkán, sőt szerintem még soha nem csináltak ilyet, hogy élőadást indítanak, amiben az új update kapcsolatos információk vannak benne, új update kapcsolatos, ugye most jelenleg autóversenyek mentek, úgyhogy valószínűleg ez egy nagyobb dolog lehet, és nagyon-nagyon remélem, hogy egészen konkrétan egy új pálya, egy új játékmód fog érkezni. Nagyon-nagyon durván itt lenne már az ideje. Nyilván, hogyha autóverseny, akkor valószínűleg nem egy elimination, hanem inkább egy versenyes, részes pályáról beszélünk. Bár az is elképzelhető, hogy autókat kell majd kerülgetni, hogy ne lökjenek le, vagy valami hasonló. Szóval többféle pálya verzió is valami egyből eszembe jutott, de az biztos, hogy valamiféle autóversenyes dologra kell gondolni, és remélhetőleg tényleg nem csak skinekre, nem csak újdonságokra, hanem új pályára is. És amit még észrevettem, az Baby Yoda egy külföldi Stumble videósnak a videójában volt benne, ugye aki bemutatta a jelenlegi update-nek a skinjeit, tehát láthatjuk is, hogy Christmas skin konkrétan a videónak a címe is, amit itt lejátszott, és ugye a Hoemberes skin, meg a többi ilyen karácsonyi skin, amik már benne vannak a játékba, ezeket mutatta be főleg, viszont itt az Epic skinek között megtalálható volt, amiről nem is nagyon beszélt, egy ilyen versenyautós pilóta skin tulajdonképpen, úgyhogy elképzelhető, hogy ebben az új autós update ez lesz az egyik skin, amit kapni fogunk, sőt, hát szinte biztos, ha már itt megjelent egy ilyen videóban. Nem tudom, hogy ez véletlen, vagy direkt volt oda elrejtve, de az biztos, hogy már egy skint is láthatunk, hogy valószínűleg milyen skin fog érkezni ebben az autós ápdétben, illetve több helyről is kaptunk a Stumble guys utalásokat, mindegy új poszt, mindegy élőadás formájában, hogy valamiféle autós update lehet majd számítani, és akár egy új pályára is, aminek én személy szerint nagyon-nagyon örülnék, és szerintem nagyon itt lenne már az ideje. Nyugodtan írjátok le a véleményeteket a komment szekcióba, hogy ti örülnétek egy új pályának. Szerintetek ez, ezek az utalások utalnak egy új pályára, és érkezni fog a következő update végre egy új játékmód, vagy lehet, hogy csak új érkeznek, nyugodtan írjátok ti hogy gondoljátok, illetve hogy milyen pályának örülnétek, hogyha érkezne a Stumble Ha pedig örültök, hogy mindig elhozom nektek ezeket a friss, érdekes információkat, és szeretnétek még ilyeneket látni, nagyon megköszönöm, ha jelzitek egy lájkkal, like illetve iratkozzatok föl, ahogy már említettem, hogy nem maradjatok le semmi érdekes információról. Ha pedig szeretnétek még több Stumble tartomat tartalmat látni, mert ez most csak egy ilyen rövid kis információs videó volt, akkor ide kattintva jó néhányat megtaláltok még, jó szórakozást ezekhez is, és találkozunk legközelebb!